kedves egyedemese. Nagyon-nagyon örülünk, hogy elhozta ezt a csodaszép kiállítást, és újra megtisztelte a házunkat. És ráadásul a Gárdonyi Géza jubileumi emlékét nyitó rendezvényeként üdvözölhetjük ma. Köszönöm szépen. Nagyon örülök, hogy ennyien eljöttek a barátai, és a barátaink közül vannak, akik ismerik Önt, vannak, akik most fogják megismerni művészetét és életét. Igen. És még egyszer nagyon köszönjük. Én is örülök, hogy nagyon szép visszajelzést kaptam, mindenkinek tetszik a kiállításom, és ennek úgy örülök. Hát biztos, hogy ez is motiválja is. Igen, így van. Biztosan sokan vannak, akik jól ismerik a művésznőt, de azért vannak páran, akik még nem ismerik ezt a csodaszép életutat, amit most engem ért a megtisztelő feladat, hogy bemutathatom Önöknek. Vagy újra hallhatják a barátai. Tehát még egyszer sok szeretettel köszöntök mindenkit a Szörösgyöröki Gárdonyi Géza Művelődési Házban és IKSZ kiállítótermében. A Gárdonyi emlékét 2013-as nyitó rendezvényén egyedemese született Gyurkovics Emese, Emese álma és a Turul madár című festmény kiállításának megnyitóján. Most hallgassuk meg Kelemen Roland Andantét, amit trombitán fog előadni. Feladat, hogy a művésznőt és művészetének kis szeletét bemutathassam. Első találkozásunk vele és alkotásaival itt Szörösgyörökben a Művelődési Ház megnyitóján 2012. februárjában volt, amikor a Sirályát művészbaráti kör tisztelte meg házunkat az általunk oly fontos megnyitó napján csodálatos kiállításával. Egyedemese, barátságos, segítőkész, nyitott és nagyon dinamikus személyisége már az első találkozáskor magával ragadott minket. A mai napon egy önálló kiállítással örvendeztetett meg bennünket. De hová is nyúlnak vissza a gyökerek? Gondolatban járjuk végig Emese életútját. A Zágráb melletti nagy Piszanicán született, másodikként a később négy gyermekessé váló családba. Levente bátyja után Emese, majd Hunor és Gyöngyi született. Édesapja református lelkész volt, aki több szlavóniai településen teljesített szolgálatot. Meghatározó volt közülük Haraszti, ahol gyermekként sok szép emlékkel gazdagodott. Édesapjuknak nem volt pénzbeli fizetése, viszont élvezték az óriási paplakot, a nagy udvarral, kerttel, ahol csaknem minden megtermett és mindenféle házjárat található volt, a ló és a szamár kivételével. 100 gyönyörű libájuk volt, reggel repültek a legelőre, rétre, mocsarakra, legelésztek, este hazatértek. Volt is tollas dunna párna bőven, nem kellett a farkasodító hidegben a szobát annyira fűteni. Idéztem testvére egyik korábbi írásából és emlékeiből. Majd az Eszék melletti rétfaluba kerültek, végül Eszéken telepedett le a család. Szülei magyar iskolába járatták, a 8 osztályos általános iskolát a bácskai Feketicsen végezte el, de nagyon sok mindent szüleitől tanult, majd a gimnáziumot Szabadkán fejezte be. Az újvidéki Noviszádon szerzett történelem rajszakos diplomát. Szent Lászlón és Eszéken tanított történelmet és rajzot horvát nyelven, és a szentlászlói kisdiákokat oktatta magyar nyelvre. Szent Lászlón a 10 év alatt magyar tánccsoportot is vezetett. Az iskolai fellépések mellett számos műsort is adtak a környékbeli falvakban. Közben Kórogyon is tanított magyar nyelvet.
Férje Illés szintén tanár volt, és a felnőtteknek szervezett színjátszó csoportot. Egyed Emese első kiállítása Szent Lászlón volt, már akkor a diákjairól rajzolt portrékat. A tanítás mellett kevés idő jutott a szeretett hobbira, a rajzolásra, festészetre. Három gyermeke született, Béla, Emese és Tünde. Munkája és a gyerekek mellett még újságírással is foglalkozott, az Eszéki Magyar Képes Újságba írt cikkeket. 1972-ben férjével és gyermekeivel kimentek Ausztriába dolgozni. A jugoszláviai vendégmunkások gyermekeinek szerb-horvát anyanyelvi oktatást vállaltak több iskolában is. Volt esztendő, amikor a diákjai elemi és középiskolás szinten meghaladták az 1500-at. Osztrák állampolgárok lettek, 1998-ban kaptak magyar letelepedési engedélyt. És akkor jöttek Fonyódra lakni a Hegyalja utcába. Már nyugdíjasként kerültek ide, gyermekei Ausztriában maradtak. Emese és férje új otthonra leltek a megcsonkított Magyarországon, hiszen régi otthonukat Eszék környékét lerombolta a délszláv háború. Mély szomorúsággal tölti el, hogy férjével és öccsével Hunorral, aki akadémiai festőgrafikus, még Szent Lászlón múzeumot hoztak létre, melyet a délszláv háborúban a szerbek leromboltak, értékeiket elhurcolták. A földdel egyenlővé tették egykori házukat, a református templomot és a dómot is. Férje halála után bánatában nyúlt ismét a vászon és az ecset után. A régi hobbi az élete részévé vált. Termékeny festőnő. Legszívesebben olajfestékkel dolgozik, sokszor megörökíti a balatoni tájakat, a tó opálos színeit, párás fényeit, a bíborvörös naplementéket, a szép meleg őszi tájakat, a lombhullatást, de kedveli a derűs vidám csendéleteket is. A képek alkotó elemei sokszor a nap, hullám, a tó körüli élőlények folyamatos vibrálása, vadkacsák, libák, a nád lengedezése, szitakötők, lepkék, méhek tánca. A természet az ő igazi betörje. Harsány mediterrán színekkel fest, derű és optimizmus sugárzik képeiből. A dinamikus ábrázolás sem áll messze tőle, sokszor életképeket is megörökít központban az emberrel. De hogy őt milyennek látják a körülötte lévő emberek? Hallgassuk meg most! Elkérem Holtzmann Iriszt. Klasszán Erzsébet lobogásban, Egyed Emesének. Szikrát vet a nyári napsugára, a víz partján, dús lombokon vibrálva. Egy hölgy halad kezében palettája, fénykéve hull aranyszőke hajára. A balatonparti mólón megállva, tóra vetül merengő pillantása. Majd művészi alázattal ihletre várva, e szelíd tájból a látványt kibontja. Vásznára ömlik a szín, mint a lába, egymást követi tolomba, hogy ragyog a kék, a piros, a sárga, a fonyódi partot szinte kigyújtva. S majdnem szétveti a képkettet, kívül hagyva minden mérteni rendet, e tiszta lélek égi boldogsága, illatot szín, formát felhívve vásznára. Csak nézem élénk színeit csodálva, s lángot kapva beleolvadok a tájba. Így látja a környezete, mindig dinamikus, ihlettel teli, aki figyeli és észreveszi a pillanatot, a pillanat varázsát. Kiállításunk két meghatározó alkotása, az Emese álma és a Turul madár. Magyarországon mindenki ismeri Emese álmának legendáját. Attila nagykirály birodalmának széthullása után súlyos megpróbáltatások évei nehezedtek a hun és a testvér magyar népre. Némelyek feltehetően hódoltságba, mások függőségbe kerültek. Nagy volt a szomorúság a szabadsághoz és az uralkodáshoz szokott őseink szívében. Reményüket mégsem adták föl. Bíztak a magyarok Istenében. Bíztak abban, hogy Isten akaratából jön majd egy uralkodó, aki ismét egyé kovácsolja a hun magyar népet, és vezetésével visszafoglalják őseik földjét, Pannóniát, ahol újra boldogan és szabadon élhetnek. Emlegették is Folyvást, Isten ostorát, kinek félvilág hódolt, az ő kardja előtt bizony minden nép meghajolt.
Az SS és kiváló hadvezér Ügek nagy fejedelem uralkodása alatt a mindenható mintha lemosolygott volna a népre. A kazár birodalom hanyatlásának indult, és a birodalom határain belül élő testvérnépek függősége meglazult. A testvérnépek egyesítésének ideje azonban még nem jött el. Ami nem csak a teljes függetlenséget, hanem a régi dicsőség és hatalom visszaállítását jelentette volna. Igaz, az égi fény újjászületésének napján a főtáltos már megjósolta, hogy a tudás népére rövidesen egy dicső kor hajnalodik, amikor minden magyar emelfővel nézhet a jövőbe. A jóslatot követő éjszakán Ügek felesége a jóságos és kegyes nagyasszonynak emesének megjelent álmában Isten szent madara, a turulmadár. Alakja, mintha emese bársonyos acélkékes hajából szövődött volna, s mellén egy emberi arc vonásai rajzolódtak ki. Emese mélyen meghajolt, fejét lassan fölemelte, és szelíd szemét az ég küldöttére vetette. Valami különös fenséges érzés és nyugalom hatott át egész lényét. A turul alakja ekkor mennyei fényé változott, és így szólt emeséhez Isten követe. Néped a megpróbáltatások éveit méltósággal viselte. Isten itt soha nem hagyta el, ezért az Úr kegyelméből fiat születik, ő és utódai dicső uralkodói lesznek népednek. Ez Isten akarata. A turulmadár ekkor nagy sebességgel elszállt, és beleolvadt a csillagos szigorlázó fényébe. Emese felébre. Felébreztem Ügeket, gondolta. Ujja már majdnem a férje vállát érintette, mikor keze megállt, visszahúzta. Talán csak álom. Álom volt az egész. A képzelet pajkos szüleménye. Semmi más, gondolta. Emese óvatosan felkelt, vigyázott, hogy nehogy felébressze Ügeket. Magára öltötte fehér bánysorú köntösét, és csendben kiment. Leült az udvar közepén álló lomtalan napka alá. Tekintetét bizonytalanul elmerengve a hideg és ezernyi csillagfénytől ragyogó égre emelte. Testét melegség sugározta át, és a szíve alatt fogamzott élet elindult a sorstól meghatározott útján. Ámos? Ámos legyen a neve? Gondolta Emese. Arcát önfelett mosoly ülte meg, és szeme sarkában az örömkönyv gyöngyszeme csillogott. És valóban Emese hamarosan megszülte fiát, akit Ámosnak nevezett el. Az ő fia lett Árpád, akitől az egész Árpádház származik, melyet nem véletlenül szoktak Turul dinasztiának is hívni. A turul ugyanis ebben a mítoszban nem csak egy mítikus totemmadár, de valójában a napisten megtestesülése. Ámosnak azért nincsen földi apja, mert ő valójában a turul, azaz a napisten inkarnációja. Az pedig, hogy utódai egy fényes folyamból emelkedtek ki, a jelképiség nyelvén azt is sugallhatja, hogy ezen uralkodók nem csak, illetve nem feltétlenül vérségi leszármazottjai egymásnak. A köztük lévő rokonság inkább egyfajta spirituális lánchoz hasonlít, melyben a láncszemek mindig a következőnek adják át a láncban áramló fénytermészetű energiát. Ez pedig nem kevesebbet jelent, mint amit a középkori Magyarországon egyértelműnek tartottak, bár mindig burkoltan fogalmaztak, hogy az Árpádházi királyok egymás reinkarnációja. Úgy tartották, hogy valahányszor meghal a Szent dinasztia egy uralkodója, lelke átszáll fiába, vagy abba a személybe, aki jogosan követi a trónon. A láncolat kezdőpontja a turul, azaz maga a napisten áll. Mondák, hagyományok, hit, magyarság, turul. Elgondolkodtató üzeneteket közvetít mai világunkban is, ahol az elanyagiasodás, az egymás elleni folyamatos áskálódás, elhidegülés, széthúzás már-már nemzetünk fennmaradását veszélyeztetik. Mi lehet a kiút? Szükség lenne még több hiteles magyar családra, mint egyed Emese családja. Szükség lenne elhivatott pedagógusokra, népművelőkre, akik becsületes munkájukkal, személyiségükkel hitelesen tudják értékeinket közvetíteni. Persze, vannak, sokan vannak, de még több kellene, hiszen akik itt ülnek, mind ilyen emberek.
Egyedemesen művésznő szerencsés csillagzat alatt született ember, hiszen munkája egyben hivatása is volt. Történelem és rajszakos pedagógusként generációkat nevelhetett, oktathatott nemzetekre, nyelvekre, csodálatos magyar irodalmi értékeinkre és az alkotás örömére. Mélyre nyúló gyökerei, természetes magyarságtudata, családi emlékei a tisztességről, a becsületről, a hazaszeretetéről, a munka értékéről, a megfoghatatlan bemutatásáról, a természet fölötti létezéséről, irodalmi értékeink közvetítéséről, az élet szeretetéről, a gondoskodásról, melyek mind művészi alkotásaiban teljesednek ki. Gondoskodó személyisége méltó ezen ősi név viselésére. Emese, anya, anyácska. Kedves Emese, egy önhöz írt verssel szeretném tiszteletemet kifejezni, és egyben megköszönni, hogy művészetével megtisztelt és megörvendeztetett bennünket. Klaszán Erzsébet, balatoni tájkép. Derűs a sejmes gyöngyhez színű tó, partján sétálni, elmélázni jó. Hol csodát láttat a fény a pára, bájol az ő színes tarkasága. Kötpárában áll már a badacsony, mint néma óriás a túlsó parton, valaki megáll az őszi tájon, a napbágyat fénye rávilágol. Művészik ez a néma tájból eleven képet alkot varázsol. Néha meg-megáll, s merően nézi, mert a táj lelkét is képébe vési. A szív és az ész most nagy lázban él, hogy még szebbé tegye azt, ami szép. Szent örület minden egy alkotás, megláttatni még szépséges, csodás. Az gazdagítja csak a szívünket, ha másnak is nyújthatunk örömet. A művet a múló idő őrzi, ha alkotóját Szent Láz hevíti. E kép kifejez örömöt, álmot, a te kezed által fény sugároz. E fény legyen útjaid lámpása, amely szíveinket is táplálja. A szépség és jóság áradása, mint a méz csorog a nagyvilágra. Kell, hogy képeit sok ember lássa, művészi kezedet Isten áldja. És szeretném, ha egy örök emlékkel örökítelnék ezt a találkozást, egy festmény emlékkel adok. De szép, gyönyörű. Igen. Köszönjük szépen, és akkor a Rékát megkérném. Thank you.
Természetesen Zsörös-Zsörös község képviselőtestület a nevében nagy szeretettel köszönjük köreinkbe, és megköszönöm önnek azt, hogy elhozta ide álmai képekben jelenítettek. Meg kívánom önnek, hogy sokáig, nagyon sokáig álmai a szépeket, és örülhetesztessenek bennünket a családos képeiben. Köszönjük szépen! Nagyon köszönöm!